Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Kultúrcseppek, a TV Budakalász kulturális magazin műsora. Barangoljunk újra együtt városunk kulturális életében. Idén már 28. alkalommal rendezték meg itt Budakalászon a Tarsolyosok országos találkozóját. Az idei alkalom különlegessége az volt, hogy 7 mester, 7 munkája is bemutatkozott. 28. alkalommal rendezték meg a Tarsolyosok országos találkozóját, amelynek a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. A régi hagyományokkal rendelkező eseményen ezúttal is Csabai János színész rendező volt a műsorvezető. A meghívott előadók között volt Berger Antal történész, Mónus József távlövőijász világbajnok és dr. Papp Lajos szívsebész is. Az előadások mellett finom ebéd és kézműves vásár is várta a látogatókat. A magyar múltunk csodálatos, és én a tarsolyosokat szeretném összefogni, de ez nem azt jelenti, hogy akinek nincs tarsolya, az nem jöhet el, hanem én azt szeretném, hogy pontosan azok jöjjenek el, akiknek még nincsen tarsolyuk, és akiknek úgy érzem, hogy példát tudunk adni, hogyha viselik a tarsolyt, és találkoznak az utcán egy másik tarsolyossal, az barátként tekint egymásra, és segíteni fogja az életben a másik tarsolyost. Ezt úgy érzem, ez egy olyan jelképünk a múltból, hogy erre vigyáznunk kell, és legyünk ismét tarsolyosok. A mai nap is nagyon sok olyan neves embert hívtam meg, akiket úgy érzem, hogy példaképek a magyarság előtt. Ilyen például Mónus József, távlövő világbajnokunk, aki 653 méterre tud ellőni a saját íjával, és a világon nincs hozzá hasonló távlövő mester. Itt lesz dr. Papp Lajos szívsebészünk, népünk doktora, aki szívén viseli a magyarság sorsát és a magyarság egészségét. Itt lesz egy nagyon nagyszerű történész, Berger Antal, akinek most lesz mindjárt az előadása. Ő arról beszél, hogy a Törökországban a Atatürk nem engedte meg, hogy úgy szétdarabolják az országát, mint ahogy velünk megcsinálták a nagyhatalmak. Ők összefogtak, és fegyverrel megakadályozták, hogy az országukat szétszabdalják. Tehát a török példa olyan erőt is adhat mi nekünk, hogy a mi Trianon ügyünk az, hogy mostan békés jogi úton el lehetne indítani a Trianon elleni keresetet a nagyhatalmak felé és az ENSZ felé. Ez most lehetőséget ad, hogy elinduljon egy olyan aláírási gyűjtés, amely, hogyha eléri a 200 ezres létszámot, akkor az országgyűlésnek tárgyalnia kell. Tehát nem az, hogy csak lehet, hogy tárgyaljon róla, hanem kell, hogy tárgyaljon róla. Ha elérjük az 1 milliós aláírási főt, akkor az EU-nak is, tehát az Egyesült Európának is tárgyalnia kell erről, a Trianon jóvátételéről. Ez mostan a sors is segít minket, hogy Spanyolországban elindult egy olyan elszakadási gondolat, amely úgy érzem, hogy Trianonnal párhuzamos, és igenis nem törődünk bele Trianonba. Évről évre nagyobb az érdeklődés a rendezvények iránt. Milyen érzés látni itt ezt a sok embert? Nagyon jó érzés, és örülök, hogy a hazafias gondolkozás sok embert megérint, mert mi magyarok itt Európában nagyon különlegesek vagyunk, de azáltal egy olyan példamutatás is kell a nagyvilág felé, hogy mi nem hagyjuk magunkat, nem törődünk bele Trianonba,
és nem hagyjuk a múlt értékeit. Tehát a múltunknak a hagyományait mi foggal körömmel tovább visszük, és nem olvadunk be a megszállókba, hanem megtartjuk a magyarságunkat. Vigyázunk hagyományainkra, nyelvünkre és a tárgyi emlékeinkre. Az ország más pontjain is tartanak hagyományéltető rendezvényeket annak érdekében, hogy a fiatalabb generáció is megismerje nemzetünk múltját. Ilyen például a Tiszabezdédi Tarsoly Lemez Fesztivál, amelyről a település polgármestere Dakó Attila beszélt stábunknak. 5. alkalommal rendeztük meg ezt a Tarsoly Lemez Fesztivált, és nekem nagyon kedves az alapötletet a gyermekemtől kaptuk, hogy ha már nekünk van egy ilyen kincsünk, akkor miért ne lehetne egy ilyen fesztivált rászervezni. Annyi mindennek van már bemutatója és fesztiválja. 5. alkalommal rendeztük meg, és próbálunk persze egy kicsi popularitás mellett minél nagyobb hangsúlyt fektetni a hagyományőrzése. És ilyenkor hagyományőrző csoportok, települések látogatnak el hozzánk, és természetesen azok az érdeklődők, akik valamilyen módon fogékonyak erre, és valamilyen módon szeretnének egy kicsit többet tudni, akár a Felső-Szabolcsról, a Tiszakönyökről. Ugye itt 3 településnek az együttműködése körvonalazódik, Karos, Rakamaz és Tiszabezdéd, ahol ugye mindenütt találtak honfoglaláskori leleteket is, és próbáljuk bemutatni ennek a Tisza szegletnek, Tiszakönyöknek a szépségét, próbáljuk az értékeit a hagyományőrzés, vagy a honfoglaláskornak, és hát nyilvánvalóan egy kicsit szeretnénk magunkról is többet mutatni. Tiszabezdéd Felső-Szabolcsban van egy kis honfogláskori település, és így kapcsolódunk a mai naphoz és a mai rendezvényhez is. Köszönjük a meghívást természetesen a rendezőknek. A településünk nevében és a település hagyományőrzői nevében. A település 2000 lakosú felső-szabolcsi település, és most éledizik a kicsit ez a hagyományőrzés, ez a honfoglaláskori településünknek az újraéledése történik most. Próbálunk helyben egy kis csapatot verbúválni, és örömmel jöttünk el a Csaba hívószavára is, a tarsolyosok találkozójára. Tiszabezdéd is próbálja a saját körben a múltját feltárni, felfedezni, és szeretnénk komolyabban is, tehát a régészeti, a honfogláskori temetőnket újra megtalálni, és próbálunk kapcsolatot tartani, teremteni a hasonló településekkel. Örömmel tapasztalom azt, hogy egyre nagyobb keletje, egyre nagyobb divatja van ennek, és a divatot a szó jó értelmében értem. Nem csak a motivumokban, nem csak külsőségekben, hanem talán tudatban is. Tapasztalom ezt otthon is, Tiszabezdéden is. Amikor mi elkezdtük ezt, akkor nem nagyon értették és nem nagyon tudták. 4-5 éve foglalkozunk egyébként komolyabban azzal, hogy megmutassuk a helyi értékeinket, mert aki Tiszabezdéden rátogat, az talán többet tud arról, hogy mi van ott. Ugye ismerik a tiszabezdédi honfoglaláskori temetőt, ismerik a tiszabezdédi tarsolylemezt, aminek, ahogy leírások is tartalmaznak erről anyagot, nagyon sok különlegessége van. Az ősi motívumok rajta vannak, egy egyenlőszárú kereszt, egy lélekmadár motívum, egy kutyapáva, sárkány, ami különlegesé teszi, és nem nagyon ismerik otthon sem, talán akik ezzel többet foglalkoznak. És van egy lelkes mag, van egy fiatal csoport, aki ezt megpróbálta megtalálni, megkeresni, vagy újra találni, és tényleg a divat jó értelmében használni. És Tarsolyban járnak, persze nem a mindennapjainkban, de amikor ünnepeink vannak, így otthon a Tiszabezdédi Tarsolylemez Fesztivál, akkor beöltöznek, fölveszik a hagyományőrző ruhájukat és a tarsolyt, és veretes övet öltenek. Különlegességekben ezúttal sem volt hiány. Az ország egyik leggazdagabb honfoglaláskori régészeti lelőhelyét, Karost is bemutatták a rendezvényen. Nyers Csaba barátunk, nagyon régen ismerjük egymást, és általa több rendezvényen is már találkoztunk, és általa kerültünk ide. Ugye mi Karosról érkeztünk, Zemplén vármegyéből, és igazából Csaba megtisztelt bennünket, hogy bemutatkozhatunk, elmondhatunk magunkról egy pár gondolatot, Karosról, Tiszabezdéről, Rakamazról, illetve több olyan egyesületről, akivel együttműködünk, és ma pedig ugye ennek lesz az ideje, mindjárt elvileg perceken belül
mondunk egy-két szót magunkról és bemutatkozunk. Nagyon nagy feladatot kaptunk a településünk révén. Aki hagyományozó talán Karost mindenképpen ismeri és kihagyhatatlan, hiszen tudni kell, hogy Karoson, Borsodabói Zemplén megyében található jelenleg, hogy mi Zemplén vármegyét mondunk mindig, és Karos Sárospatoktól 15 km található, vagy Sátoralja újhelytől, ha így tetszik. Karos pedig nagyon fontos szerepet töltött be 1000 évvel ezelőtt, tehát akkor éppen mindenki ismert bennünket 1000 éve, hiszen mai napig is nálunk találták a leggazdagabb honfogláskori 10. századi magyar leleteket, és ez egy nagy feladatot adott ránk is, hiszen az őseink által követett utat illik nekünk is követni mai karosiaknak, illetve ez megmutatkozik abban is, hogy be kell mutassuk azt az életet is, nem csak ezt az utat, hanem az életet is, amit az őseink éltek, és ennek nyomán csináljuk a hagyományőrzést, illetve lehet ilyet mondani, a hagyományok ápolását. Van egy nemzeti sírkertünk, ami 2002-ben lett sírkert, illetve 2007-ben nemzeti sírkert. Itt található az őseinknek a kettes temetőben talált 73 sírja. Van egy hatalmas nagy parkunk, egy 6,5 hektáros parkunk, ahol is mindenféle olyan elemet tudunk belevinni a mindennapokba, akár a látogatóink, vagy éppen a falubeliek részére, mint egy ijeszkodás, lobaglás, olyan kézműves foglalkozásokat, amiket talán az őseink is csináltak a mindennapokban. Egy agyagozásra gondolok, bőrűszűnyezésre, fafaragásra, faigetésre, nemezelésre, és még sorolhatnám tovább, amiket csinálunk. Tehát egy nagyon szuper kis időtöltést lehet nálunk a mindennapokban, vagy az kicsit a hétköznapokból kimenekülve eltölteni. Mai napra egy olyan összefogásnak talán az első pillére van kibontakozóban, ami remélem példaértékű lesz más településeknek is, hiszen Karos, Tiszabezéd és Rakamaz, ugye három olyan település, ahol akár tarsolyokat vagy olyan jelképeket találtak, ami a mai 10. századi hagyományozásnak az egyik alapkelléke. Sokszor szinte nincs olyan hagyományozóként, nem találunk e három településről valamilyen leletet, vagy éppen olyan ruha, vagy éppen olyan akármilyen kis felszerelést, ami ne lenne alapkelléke. Tehát tényleg a tetőtől talpáig ezt láthatjuk. És ez az összefogás igazából reméljük, hogy erősít mindenkit, Rakamazt is, Tiszavezét, Karost is a munkánkban, a feladatunkban. Mónus József távlövő IASZ világbajnok csapatuk belső mongóliai versenyéről és az ott szerzett élményekről tartott beszámolót a közönségnek. Posta Pál, a hagyományos IASZok világszövetségének magyar alelnöke stábunknak is adott egy kis ízelítőt a kint szerzett tapasztalatokból. Nyers Csaba hívó szavára mindig jövünk, főleg, hogyha van is miről beszélni, és hát most is van, mint hogy a korábbi években is volt, mert én vagyok a csapatvezetője annak a magyar IASZ gárdának, akik rendszeresen most már 9 alkalommal részt vettünk a dél-koreai hagyományos IASZok világszövetségének szervezésében rendezett világbajnokságon, amiből most legutoljára sikerült a férfi egyéni, női egyéni, csapat, junior, távlövés, balisztikus ijászat, minden érmet elhoznunk, már úgy, hogy minden aranyat. Mert van, amikor csak érem, nagy versenyben, de ez most tényleg a csúcsév volt. Most arról fogok beszámolni tarsolyos barátainknak, hogy tegnap előtt jöttünk meg Belső Mongóliából, ahol Magyarországot a Corvinus Egyetem csapata képviselte, és alapvetően egy oktatásügyi konferencia volt, hogy a felsőoktatásban hogy lehet a selyemút témát kimeríteni, illetve a kapcsolatokat magasabb szintre emelni. És ennek a konferenciának volt két kísérő rendezvénye, az egyik egy foci bajnokság, a másik pedig egy hagyományos IASZ viadal, ahol tulajdonképpen a csapatnak elég nehéz dolga volt, mert 20 országból érkeztek az egyetemi válogatottak, és köztük rengeteg olyan, aki most ugyan tradis íjjal lőtt, de alapvetően olimpiai technikával. Hát ebben a versengésben sikerült érmet szerezni. Egyéni 5., 8. hely és csapat érem is lett a dologból. Aztán még eltöltöttünk egy napot a vendéglátók kedvességének köszönhetően, és meglátogattuk a Belső Mongoliai Állami Múzeumot, ahol egyébként rengeteg olyan képet láttunk, meg tároló adatot,
ami nagyon szimpatikus nekünk, mert hiszen a Szkéta aranyember kiállítást is ugye élvezhettük itt Budapesten, meg országos turnén is, és ezt ők is pontosan ugyanúgy tiszteletben tartják, mint ahogy például a szarvas motivumokat, és így a szemünket csak legeltettük ezeken a tárlókon. Egyébként meg szintén a hazaúton megálltunk Pekingben, és ott viszont nagyon érdekes volt, mert a Cici királynő életéről van éppen egy kiállítás a Tiltott Város északi bástyáján, és az ember fölmegy az emeletre, és ott a félhomályban egyszer csak jobbra fordul, és földereng a Szent Korona másolata. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egyrészt ugye a belső mongolokkal való kapcsolat az talán egyel közelebb van, mert ők is számon tartanak minket, meg mi is őket, de ez, hogy Pekingben én el fogom hinni, amikor azt mondják, hogy ezt a kiállítást 3 millióan nézték meg, mert arra vezet az út, és kíváncsiak az emberek, és bemennek, és megnézik a 16.-17. századi magyar viseleteket, ruhákat, a Szent Korona előtt elsétálnak, megállnak egy-egy pillanatra, és hát Cici királynő személyét is ott nagy tisztelet övezi, úgyhogy ez egy különösen érdekes kaland volt. A találkozón több népművészeti kiállítást is meg lehetett tekinteni. A tárlatok egyike a Hét Mester Hét Munkájának találkozója nevet viselte, amelynek eredetéről Nyers Csabát faggattuk. Szerencsére összetudtam hozni ezt a hét mestert, mert mindegyik különállóan nagy tehetség, és Szakácsanyi barátunknak szerettem volna elsősorban emléket állítani, mert olyan kézi munkát mutat be, és olyan tágkörrel, és olyan szép formavilággal mutatja meg a magyarság szépségét, tárgyemlékeinek a szépségét, hogy ezt láthatnunk kell, és egy hónapig, október 31-ig itt a Kóskároly Művöldési Házban, Budakalászon kérem, hogy jöjjenek el a nézők, és nézzék meg, hogy a hét ember, hét mester munkája milyen egyedileg különleges. Én is nem hagyom a múltunkat, és készítek tárgyemlékeket. Én vörös rézlemez domborítással is foglalkozok, de az mellett szakács vagyok. Ezt párhuzamosan élem így az életet, és egy egyszerű vörös rézlemezből milyen szép dolgokat lehet csinálni kézi erővel történő domborítással. Tehát Sanyi ötvös mester és poncol, én szakács, mint hát amatőr rézdomborító, én is igyekszek úgy felnőni az ötvösökhöz, hogy kézi erővel milyen szép tárgyakat lehet elkészíteni. A nemrég elhunyt ötvös Szakács Sándor életmű kiállítását is bemutatták az eseményen. A tárlatot Kádár Ferenc operaénekes keramikus nyitotta meg. Szeretnék egy-két személyes élményt megosztani önökkel. Az én legjobb barátomról Szakács Sándor volt. Abban az időben én a Marosvásárhelyi Népégyüttes tagja voltam, amikor Sanyi barátommal mélyebben megszerettem a néptagokat. Ekkortáj találkoztunk a nagyrabecsű Bandi Dezső népnevelő szobrászművésszel is, aki felismerte bennünk a tehetséget és elkezdte nevelésünket. Sanyi barátom részdomborítás felé fordult, én pedig a metszetek és kerámia felé fordultam. Nagy hatással voltak ránk Dezső bácsi előadásai a népvándorlás művészetéről. Többek között nagy anyagot mutatott be nekünk a Kievi Múzeum népvándorláskori anyagából. Csodáltuk és próbáltuk azt a lelkiséget magunkévá tenni, ami ezekből a munkákból árad. Az az őszinteség és tisztaság, ami ezekből az alkotásokból árad felénk, az csodálatos volt. Majdnem egy képírás jellegű volt, például egy mondat nagyon megragadt bennünk, és sokat vívottunk rajta, hogy egy emberi tevékenység ábrázolásakor keressük a leghosszabb lelki állapotot. Erről sokat beszélgettünk, mert számunkra nem volt könnyű ezt megérteni. Dezső bácsi egy példát is mondott nekünk, hogy egy kubikus ábrázolásánál a leghosszabb lelki állapot nem amikor talicskát pakolja vagy tolja, hanem amikor a lapátra támaszkodva megpihen.
Ezen kívül keresni kell egy ábrázolásban minden testrész megmutatását, ami nem elfedi a lábakat, kezeket, és mindenképp kimutatni a tenyér elsőbségét a kézfejjel szemben. Tehát, ha lehet, síkban gondolkodni, mert a maja képírás vagy az asszír dombóműveknél is ez volt. Sanyi megeleveníti a népvándorlás formanyelvét munkáiban, követve a Dezső bácsi tanításait. Végezetül az én véleményem szerint a legértékesebb művészeti alkotása a Sanyinak erre a periódusra vezethető vissza. Például az ökrös szekér, a toldi, stb. Ez lenne röviden, amit én a Sanyi barátomról elmondtam. Köszönöm, hogy meghallgattam. A szervező következő budakalászi eseménye november 12-én lesz. 5. alkalommal tartanak trianoni emléknapot a faluházban, a rendezvényre ezúttal is színes programpalettával készülnek. Ősszel új sorozat indult a faluházban, a Lélekbúvár. A meghívott első vendég dr. Vekerdi Tamás volt. Októberben elkezdődött a Kóskároly Művelődési Ház legújabb sorozata, a Lélekbúvár. Egy új színfolt a szórakoztató és kulturális programpalettán. A szervezők célja, hogy a havonta jelentkező előadássorozat a lelki egészség gondozására irányítsa a figyelmet. Nagyon köszönöm, hogy ennyire lelkesek és ilyen sokan eljöttek. A Lélekbúvár sorozatnak az első előadására régóta terveztük már a kollégákkal, főleg itt a hölgy kollégáim kardoskodtak amellett, hogy nagyon sok mindennel foglalkozik a művelődési ház, de egy kicsit a lelkekkel még többet, még jobban foglalkozzunk. És úgy gondoltuk, hogy havonta vagy két havonta mindig meghívunk olyan vendéget, aki akár napokon keresztül is nagyon sok hasznos tanácsal tudna ellátni minket. Ugye a lélekbe sok minden beletartozik, a gyerekneveléstől kezdve a párválasztáson át az idősekig való törődéssel. Úgyhogy mindig majd, ha nyomon követik ezt a sorozatot, akkor láthatják, hogy megpróbálunk különböző témákban segítséget nyújtani. Tehát ennek az előadás sorozatnak a célja, amellett, hogy találkozzunk olyan karizmatikus emberekkel, akiket érdemes meghallgatni. A másik az, hogy valami pluszt adhassunk, amit haza tudnak vinni magukkal a kis szatyorkában. Az első alkalommal Vekerdi Tamás pszichológust, írót hívtuk meg. Úgy gondoltuk, hogy egy jó erős kezdést szeretnénk ennek a Lélekbúvárnak, úgyhogy valóban egy nagyon karizmatikus, nagy tudású embert hívtunk meg, akinek mindig érdemes a szavait, a gondolatait megfogadni. És ez itt a reklám helyen, novemberben érdemes már nézni kinn a tablónkat, Tari Anna Mária fog érkezni, aki szintén főleg a gyakorló szülőknek, én 4 gyereket próbálok terelgetni, és a mostani világban nem túl könnyű, úgyhogy ő is nagyon hasznos tanácsokkal fog ellátni, és biztos, hogy én ma este már úgy megyek haza, hogy este már lesz olyan muníció a kezemben, amit lehet, hogy ki is kísérletezek a gyerekeken. Dr. Vekerdi Tamás előadása nyitotta a Lélekbúvár sorozatot. Napjaink egyik legnépszerűbb gyermekpszichológusa. Aktív előadóként nagy hangsúlyt fektet az oktatás-kutatásban szerzett tapasztalatainak átadására. Budakalászon ezúttal főleg a kisgyermekkorról beszélt, előadásán teltház volt. Az óvodának kitüntetetten van 2-3 mozzanata, amitől jó egy óvoda. Egy. Az óvodai nevelés alapprogramja is megmondja, hogy óvodáskorban legfejlesztőbb tevékenység a játék. Méghozzá nem a fejlesztő játék, nem a játékos tanulás, stb. A szabad játék. A gyerek sokkal nyugodtabb egész nap, és könnyebben alszik el este, ha délelőtt óráiban legalább 2 órát, de minimum 1,5 órát szabadon játszott. A szabad játék nem azt jelenti, hogy az óvónénik az udvaron kávéznak, a gyerekek pedig bent szabadon játszanak és ölik egymást. A gyerekek, a kisgyerekek, az óvodás gyerekek szabad játékához felnőtt kell.
mert egyébként mindig összeveznek, stb. Stb. Tehát játék rendkívül fontos. Kettő, minden nap hallott mese, rendkívül nem látott mese, nem tablet, tévé, laptop, okostelefon, stb. Hallott mese. Méghozzá lehetőleg fejből kellene mesélni, úgyhogy én elolvasom a mesét, és utána sokkal rosszabbul, sokkal kisebb szókincsel, össze-vissza kavarva az eseményeket, elmesélem. Ez sokkal jobb, mint ha felolvasom. Tehát hallott mese. Ugye hallunk ilyeneket, hát az én gyerekem utálja a mesét, nem is tud rá figyelni. Hány éves a gyereke? 3, 3 és fél. És mit olvas neki? Hát a legjobbakat, Benedek, Elek, Nátszál király, és az mondja, Úristen, hogy tudna a gyerek erre figyelni? Az óvodának meghatározó szerepe van fejlődésünkben. Vekerdi a szabadjáték, a mese, a mozgás és a kommunikáció fontosságát hangsúlyozta. A Göttingeni klinika nagy vizsgálata kimutatja, katasztrofálisan keveset mozognak a gyerekeink, és mondja a göttingeni professzor, nem másznak fára, ami nagyon nagy baj. A fáramászás, egyensúlytalálás, finom mozgások, kis mozgások, nagy mozgások kombinációja, stb. Stb. Egyáltalán a gyerekeink beszorultak kis terekbe, még ezelőtt 180 évvel falu, nagy udvar, széles utca, néha zörög át egy szekér, közeli mező, patakpart, megmászható fák, billegő palló. Ez nincs manapság, és akkor csodálkozunk, hogy a gyerekeink túlmozgásosak, vagy mit tudom én, hipermotilak, és így tovább. Nem erről van szó, valószínűleg arról van szó, hogy nincs meg az a mozgás lehetőségük, amit eleve igényelnének. A Lélekbúvár sorozat következő előadója Tari Anna Mária lesz. A médiából is ismert pszichoterapeuta egyik fő területe a generációkutatás. Ezzel a témával érkezik városunkba is. November 23-ai előadásán az X, az Y és a Z generációkról tudhatnak meg többet az érdeklődők. Ennyi fért mai adásunkban, ne felejtsék el, hogy jövő hét pénteken ismét várjuk Önöket Budakalász kulturális eseményeivel. Addig sem maradnak azonban program nélkül, hiszen holnap a Mini Acoustic World itt lép fel a Faluházban. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!